Garfield György tombolt. Nem mondtuk azt, hogy le a kádára, nem mondtuk, hogy le a rendszerön. Kész vele, elvtárs. Kért egy fáradjabb be. Jó, de azért nagy élmény volt. Az egy nagyon komoly dolog volt, ennél sokkal komolyabb, hogy van-e születésnap vagy sem. A rondó törvény az komolyabb törvény volt, mint az ohm törvény például. Ha meg mint sok mai törvény, amit itt a parlamentben. A rondó törvény az úgy szólt, hogy 10 percig lehet késni. 10 perc és 20 perc között volt az első rondó. Hát akkor a késő, az utolsó késő meghívta a zenekart és a hozzátartozó technikus. Igen, de ezzel szemben nem tudott letolni. És akkor 30 perc után meg már igen ugrott a tarifa, mert akkor már egy üveg viszkit kellett hozni a későnek. Nem egy óra után de, volt az üveg. De, nagyjad már, rosszul emlékszel. Egy óra, az már akkor a szemtelenség, az már vagy a kórházi eset. Hát az Oli, az Gyulán, a Békés Csabán, majdnem egy órát késett. Ja, elveszett a sluszkulcsot. Majdnem egy órát késett, a strandról jött és forgatta a fürdőn a drágját éppen. Mi meg ültünk így a buszba. És nem tudta, tényleg már kezdtünk aggódni, hogy mi történik. Majd elküldtük a technikust 35-kor. Elküldtük a technikust a szemben lévő közérbe, és hozta az üveg Johnny Walkert, de ő meg váltig nem akarta. Azt mondja, nem érdekel, ő nem fizeti ezt ki, mert ő nem jogos, mert nem elvesztette a sluszkulcsot, meg ilyen. Hát, de teljesen mindegy, hogy mit mond. Mi itt váltunk. Próbálkoztam, így van. Na most egyszer csak megszólal a csöndes hangú Jenő bácsi. Azt mondja, nem baj gyerekek, nem kell vele tovább vitatkozni, majd én elintézem, hogy levonják az Oriba a gázsiából. Kész, túl volt tárgyalva. Ez az utolsó a zenekar annyira belopta magát a szívembe, egyenruha volt, meg zene, meg dobolás, meg minden, hogy én fogtam magam, elmentem az úttörő vasútra, és azt mondta, hogy én már pedig szeretnék itt dobolni. Én nem a dobolás miatt akartam, bevallom őszintén, most itt, nem tudom, hány szem között, remélem minél többen hallják és látják, hogy nekem annyira imponált az a nyomorult egyenruha, hogy a dobolás az majdnem, hogy háttérbe fordult, tehát a srácokon elegánsak voltak, izé, mit tudom én. Na, mentem, és az első kérdésem az volt, mikor felvezetek, hogy mikor kapok egy ilyen ruhát, erre erőgték magukat, meg kilógott a lólán. Na, tehát végül az utolsó a zenekarnak voltam utána, az iskola után párhuzamosan a dobosa, aztán a MÁV ifjúsági zenekarnak, aztán a Kisművész együttesnek voltam, aztán játszottam egy itt a MÁV szimfonikusoknál, aztán bekerültem az Operett színházba, és aztán Lillé zenekar, aztán később már pályafutásom másfél évig. Egyszer itt volt a házban egy békegyűlés, nem tudom, 48, 49, 50-ben mondjuk. Mindenkinek le kellett vinni a széket, és lakógyűlés volt, és békegyűlés, és hát őszintén szóval akkor az volt a divat, hogy otthon más mondanak, és máshol más mondanak. Na most, mikor már elhangzott az egész, én jelentkeztem, és felálltam, föltettek egy nagy piros asztalra, és apám rettentően meg volt érdemű az egész, hogy vajon ebből mi fog kisülni. És én azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogy nem, hogy mi gyerekek is békét akarunk, bozasztom, de voltam zsóba. Na erre ezt elmondták a tanítónénének az iskolába. Ő meg, hogy valami büszkeség is legyen, elvitt az igazgatónénéhez, és megkérdezték tőlem, hogy fiam, mit csinál, mit szeretnél ajándékban. És ugye a szekély tetején föl volt egy dob, mondom, én dobolni szeretnék. Nyakamba akasztották a dobot, és azóta viselem ezt a kalaszot magamon. Tehát életem az iskoladobos első elemébe. A füzeteimben rajta van még, hogy Pásztori Zoltán iskdobos. Marha büszke voltam rá. Egyik estére a Pásztori, kérlek szépen, elment megnézni valami Ludwig dobot. Jól mondom? Az nem ott volt, az Grázban. Na ne. Grázban. Na ne, mondom meg rád. Beadom a Covingtont. Neked nem kell. Vagy a vállókeresetet. Nem az Grázba volt. Hát lehet, hogy elutaztál Grázba, de az a lényeg, hogy este, amikor jöttél, akkor elkezdtünk játszani, és jól játszottunk egyébként. Én csak arra lettem figyelmes, hogy úgy, mintha úgy a szufitta felől úgy hullana valami. Mindig szokott valami. A színházi szufiták felől mindig valami hullik, valami kosz. És hát én is úgy nézem, hogy hullik mindig, hogy valami apró, nagyon apró ilyen... Faforgás. Ilyen valami fa-szerűség. Mert eltett két vagy három szám,
és hullik egyfolytában ez az apróság, és nem tudtam mire vélni a dolgot, és amikor egyszer valamilyen tempó, hogy is fogalmazzak finoman, hogy az Zoli ne sértődjön meg, tempó probléma miatt hátrafordultam a Zolihoz, hogy te, idefél Zoli, itt tartunk, akkor látom, hogy a Zoli két ilyen kis csutkával ütötte a dobot, ilyen kis csutkával, volt vagy 15 centi, mind a két kezében. Piros lott a feje, mind ez a piros lámpa itten, olyan vörös volt a feje, és csapkodta, és nem vette észre, mert ugye ott van a tartóban, ki lehetett volna cserélni, nem vette észre, hogy elforgácsolta a dobberőjét, olyan mák volt a pali. Na, és akkor, hát én azt, mi azt nem tudjuk, mert egyébként nem tudom, hogy te hol voltál grázva, vagy nem, de az a lényeg, hogy te azt elmesélted, hogy valakinél, valami aktuális haverodnál fönn voltál egy lakásban, még mutattad a fényképet is, egy Ludwig dobot, életedben nem játszottál Ludwigban, és akkor ennek örömére ugye ittatok is egy kicsit. Így adtad elő, hát én aztán nem tudom, hogy grázva voltál-e, vagy nem tudom én. Az a lényeg, hogy szabadkoztál, bocsánat, de ez annyira beizgultál ezen a Ludwig dobon, hogy kénytelen volt egy-két pohár vörös volt meginni. Örömedve. Úgy játszottam évekig, hogy nem évekig, de legalább egy évig, hogy nem tudtam, hogy magyar számokat játszunk. Tudni, kifelé szólt a mikrofon, vagy a hangszóró, és kontroll nem volt, és én csak a basszust hallottam, és valamit a kísérő gitárokból, vagy a gitárból. Hát én játszottam, ugyanúgy játszottam az Ómond, én azt hittem, hogy Ómond, és az Ómond volt, a magyar számot játszottam egy évig, hogy nem tudtam, hogy azt magyarul énekli, Isten bizony. Úgyhogy hát végén úgy kerültem, mint Pilátus a krédóban, mert a Szabolcs állt mellettem, és mondta, hogy öreg, most állj meg, menjél tovább, most üssél be valamit. Tehát ő volt egy kicsit a hősidomár, jó, de viszont én alany voltam rá, tehát hozzá kedő kettőn át a vásár. A Pásztori valóban képzett zenész, tehát ő végzett konzervatóriumot, mit tudom én, valamit zenei középiskolába is járt, azt hiszem. Mindegy, szóval ő képzett muzikális zenész volt, de ehhez a műfajhoz nem volt sok gógyia. Vagy az éme nem érdekelte, vagy meg hát tulajdonképpen ez a műfaj is velünk együtt alakult ki, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Pásztori az hülye volt hozzá, én meg már profi. Hát én is akkor tanultam, ugyanúgy a többiekkel együtt ezt a műfajt. Pontosan abból, hogy a luxemburgi rádióból lehet koppintani, akkor a hoztak magnó, meg lemezfelvételeket, azokat meghallgatni, hogy hogy mint, és aztán utána jöttek a saját számok. Hát végeredményben a Levente vitt a zenekarba, aztán persze a dolgok átértékelődnek, mert Levente, mint népszerű szerző, elindult egy másik vonalon, de attól nagyon jobban voltunk. Akkor aztán persze összehaverkodtunk a Lajossal, nagyon sok közös haverunk volt, mert tehát nagyon sportolók, zenészek, bejártunk a Kárpátiába, a Lajos is Kárpátiába járt, és közös haveri kör alakult ki. Meg végeredményben nekem azért volt könnyű dolgom a zenekaron belül, hogy senkivel nem volt konfrontációm. Jó, így zenekaron belül, tehát balé volt, hogy ne siess neki, és meg mikor jössz már próbálni, meg mit ezek voltak, de nem volt balléve, nem voltam konkurenciája egyiknek se. Tehát én nem szereztem számot, nem szereztem szöveget. Ha megkértek, hogy itt dobod, akkor úgy doboltam le, ha itt dobod, úgy doboltam le, Zoli ebbe segíts, abba segítettem. Tehát végeredményben nekem mindig a szelid rész, a dob ütésén kívül a szelid része jutott a zenekaron belül. Hát mindegyikkel jobban voltam, és mai napig is például akármelyikkel találkozom, nincs az, hogy na most ezért nem beszélek, annak a háta mögött ilyet mondok. Folyton csépeltük a Leventével, már úgy értem, hogy szekáltuk, hogy be Zoli, te milyen hülye vagy, meg nem így kellett volna. Volt olyan például, hogy lemezfelvétel van, és meg van beszélve ugye, hogy most ennyi taktus, ilyen rész, akkor ott van egy csínbeütés, akkor izé. Játszunk egyszer, az Zoli ráüt egy maranyat egy csínre, sem minden ok nélkül, egy olyan helyen, ahol semmi dolga nem lett volna, csak mehetne a tempó. Megállunk, na mi van Zoli? Ja vagy, miért ezt játszottad? Így gondoltam. Hát egy ilyen emberen csak röhögni lehet, meg szekálni, nem? Imádtuk szekálni az Zolit egyébként, az nagy kedvenc időtöltésünk volt, különösen a Levente meg én. Erre a Pásztori persze azt szoktam mondani, hogy persze mi voltunk a zenekarban a legkisebbek, ő meg a legnagyobb, és ugye hát mindig a legkisebb szemtelenkedik a legnagyobban a legjobb, mert tudja, hogy úgysem kap ki, mert hát ugye ő a Pásztori egyet odasózna, akkor mi mind a ketten három felé terülnénk. Da da da, dum 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 dum. Mikor akkor lett
Zaritbusokba elmerül. Otthon is, ha ideje volt, egész nap csak gyakorolt. Azt hitte az édes mamája, hogy lebomlott a fiacskája. De én tudom, hogy dobolni jó, belemelő és vigasztaló. Ha még egyszer megszületnék, akkor is csak dobos lennék. Könyves tagja voltam a Állami Fővárosi Operett Színháznak, az idézenekar tagságának a 80%-ában. Tehát fölvettek mondjuk 1965. szeptemberében az Operett Színházba, és mondjuk novemberében bekerültem az idézenekarba. És én párhuzamosan csináltam a Porosat a legfényesebben. Úgyhogy itt érdekes volt az, hogy első felvonás mondjuk Csárdás királynő Honti Annával, második felvonás valahol itt Richard Szörényi Leventével. Tehát nekem megadott ez az állati jó kettőségbe. Meg kell mondani, hogy borzasztó egy poén volt az én életemben annak idején, hogy ugyan a jóban voltam a Rátonyi Róbert, meg a Feleki Kamilla, mint a Szörényi Leventével, meg az Orámmal. Tehát ez egy dedikált volt. És a két műfaj, ezt még hozzá kell tegyem, hogy végre még az Operett Színházban azért szerettek, mert szerették a dobolásomat, mert hát kicsit keményebb, markánsabb volt, mint az átlagos operett dobolás. A zenekarra pedig belevittem egy csomó ilyen bohém, ilyen bolond operettista trükköt időnként, mikor hülyeskedtünk a zenében. Elmentem az Operett Színházba megnézni a Lóvá tett lovagok című darabot, mert abban a Pásztori Zoli dobolt, és a páholyba ott ült, és hát egyszerűen nem hittük el, hiába, mert mondta ott röhörészet rajta, hogy az operettbe dobol, hogy ez nem igaz, vettünk jegyet, elmentünk, beültünk, és nyílt az oldalpáhol ajtaja, bejött Pásztori Zoltán, ünkbe nyakkendőbe, odaült, és ilyen kis csengetjüket, meg mit tudom én, és ott röhögtünk az egész lovátett lovagok alatt, hogy ilyen hülyeséget, hogy a Pásztori Zoli ott csengetjűzik, amikor ő a legendás Illés együttes dobosa, meg mit tudom én, ilyenek. Emlékszem egyszer át a társalgóban, 25. születésnapon volt, álltunk ott mindnyájan, és jön be vagy 15 gyerek, nem tudom én, 15 és 18 év között is. Már a Feleki Kami bácsi már kezdte elővenni a szeg, vagy két valakit őt tollat, és fordultak és odajöttek hozzá. És erre kérdezte, hogy ki ez mutatott rám. És ott a srácok pont jöttek, azért hoztak nekem itt a lemez, meg parizert, meg patolkukoricát, meg nem tudom mit ajándékban, mert születésnapon, ezek az illézunkerek voltak. És én ott áll mellett, a Feleki Kami, meg a Rátonyi, meg a Honpál, és én adom az autogramot. Szóval egy őrület, ez piros is volt, az nekem mondja. De hát az autogramot nem csak magam miatt, hanem a zenekar miatt adtam. Tehát ez, de viszont fölkerestek, ez megtisztelő volt. Párnák voltak letéve a parkettára, és ott ültünk, és a zenekar nem egy színpadon állt, hanem volt egy ilyen picike kis dobogó, ami 20 centis, ennyivel volt elválasztva, és a Levente itt gitározott, és én ott ültem benne a gitárjába, hogy szóval nem volt olyan, hogy iszonyú messze, és be lehetett kiabálni, mit tudom én, a Lajosnak a zongora tetején ott állt a sörös üveg, és akkor két szám között bekiabáltunk, hogy Lajos, adjál már légy szíves egy sört, erre visszakiabált, nem sör van benne, hanem konyak. Vagy a Lajosnak voltak olyan dolgai, hogy zongorázott, és hihetetlen intenzitással nyomta a billentyűket, és hátra dobta magát a széken, és ahogy eldőlt, ha jött esett, akkor marhára megtapsoltuk. Azt hitte, hogy nekünk azt tetszik, hogy hanyatt esett, visszaült a székre, és még egyszer hanyat dobta magát, holott mi azt tapsoltuk meg, hogy egy rohadt jó zongora szólót csinált, de biztos úgy értelmezte, lehet, hogy volt benne két légkör, és hanyat dobta magát még egyszer a széken, úgyhogy voltak ilyenek. A Zoli azért lett parizer, mert ő megcsinálta azt, hogy komótosan bejött a koncert előtt, fölpakolta a nagy dobra a parizert, a párizsit szétszette, és ott eszegette a parizert, és ott kockákat csinált magának, ő azért lett parizer. A Moha, a Szabolcs azért lett Moha, mert ő a kis létráján ült, mert hogy
hogy ő neki úgy kényelmesebb, amúgy is ő a legkényelmesebb a zenekarból, és akkor ő ott ült, és hát a Lajos az azért lett szomjas, mert itt a sört velünk, úgyhogy aztán a Tini meg az köztudott, ugye ő volt a legfiatalabb a zenekarban, így aztán Tini. A Levi maradt meg, akinek igazán tényleg a keresztnevéből lett csak annyi, hogy Levi. Minden szerdán volt Illés klub a Fővárosi Művöldés házban. Most nekem volt akkor egy Illés trikóm és volt egy autóm, egy 85-es Fiatom. Mi az operett akkor Itália színház volt, annak a művész bejárva át is járt. Most nekem az volt a dolgom szerdánként, mert szerdán volt operett színház is, és szerdán volt Illés klub is. A legtöbbször úgy jött össze, hogy én lejátszottam a nyitányt, tegyük fel valamelyik operettbe, és az első felvonásnak a nyitányát, nyitóját. Nyitányt és nyitó részét, akkor valakit megkértem egy növendéket a konzervatőr, hogy azt a pár ütést üsse be, amíg nem vagyok ott, elmentem egy szál Illés trikóba. Lejátszottam az első részt a Fővárosi Művelésházba, ott is járt az autóm. Visszajöttem az autóval, lejátszottam a finálét és a második felvonás nyitányát, akkor visszamentem, lejátszottam az Illés klubban a második részt, és így ment éveken keresztül. Úgyhogy végelejében hihetetlen sok minden kalandom volt ezáltal, hogy hajszínek, hanem a dobosok nem fértek be a zenekari árokba, mert kicsi volt a zenekari árok akkor Itália színházban, az operáciát költözött egy időre. Tehát az első páholyba ültek a dobosok. Most én, miután öltözni nem volt időm, én a Pompadour vagy a Csárdás Kenevi operetet Illés trikóba doboltam, umcatta, és ebből a trikóba mentem tovább az autó, és jártam, hogy tím, tadam, tadat. Szia, öreg! Szia! Ott van az Attilával dumáltam, mikor egy kis ideje, mit tudom én. Igen. Két hónapja. Sőt, megadtam még a telefonodat. És nem így. Hát most jöttem egy, de még 20 percben nem vagyok ügyelben. Szia! Szamizdat felvétele készülnek. Hajnalak a szemben, színű zongorát csöntem, Pipi kuklerájban, Halkan. Basznak a kurvák a bőrdíványon, Stegjük alatt várnak. Elbasztam a havi fizetésem, Lót a szakítsám. Az ilyen. Vannak itt magyarok? Nem szól senki. Hát jó van. Meglöktem a hintát, a hinta meg ingott. Örömében a kislány egy jó nagyot. Fillári falilom, fingott. De megmondtam én annak, a büdös parasztnak, hogy ne menjen a szobába, mert oda be. Vallári balilom, basznak. Óra szálltunk fényes nappal, eltévedt egy lány, mire vársz még? Megváltozna minden, hogyha hallgatnál-e át, kire vársz még, ó, mond kis virág, állás, kis virág. Elviszed, gyere, velem, most elviszlek. Tartozni kell. Most az általában a zenészek 99,9%-a azért figyel a dobos, hogy a másik is figyel, és akkor együtt vannak a dobossal. A dobos tartja a karma, kézbe az egész.
mint például nagyon nagy fegyelmezettségetok, fegyelmet, például nézzetek meg egy hoki csapatban a kapust, az hogy védik a többiek. Mert az egy központi, hát figyelemben a kapott gólok azok mindig nehézesnek egy csapatnak, és ugyanúgy a dobost is, bármennyire viccelődnek, meg szapolják, de a dobosnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy valami jó sít. Tehát, hogy például a dobosnak jó hangulata van, akkor jó megy a zene. Ezt a Brody fogalmazta, az Zolinak jó kedve van, jó játszunk. Brodynak nem megy, akkor mi sem játszunk olyan jó. Nekem igazán a zenekarból a kedvencem a mindig az Zoli volt, ha bár nem a dobosokat szokták szeretni, de az Zoli az ugye háttérben is olyan jópofa gyerek, meg ővel a klubba is lehetett mindig sörözni. Szóval ő ott volt a bandában mindig, úgymond, szóval ő kimaradt. Tehát vége volt a bulinak, akkor a többiek esetleg elvonultak az öltözőbe, vagy félrevonultak csajozni. Hát a Tini inkább csajozós típus volt, ő elment csajozni. Szörényék elmentek haza, hogy antialkoholisták, a Lajossal meg lehetett sörözni is, meg a Zolival is, és hát persze, hogy mi klubtagok őket favorizáltuk inkább, mert ők odaültek közénk. A Magyar Ifjúságot megvettem, és benne volt az a cikk, hogy elválnak útjai. És volt benne egy eltépett illéskép, amiben ketten maradtunk a Lajossal az egyik oldalon, és a másik három képnek a másik oldalából. És akkor megtudtam, hogy nem vagyunk többet. Furcsa volt nagyon. És akkor, amikor ez volt, akkor éppen akkor volt meg az apám, akkor volt a vállóperem, akkor volt a lakásom garázs szintig, akkor akarták levágni a lábamat, hogy annyi minden összejött, hogy még végre jött az Illés zenekarnak is. És akkor nem volt más, akkor elmentem egy gumishoz gumit önteni, valamit csináljak. Hát pénzt kellett keresni, hát mindenre pénzt kellett. És akkor közben volt az, hogy volt egy szerződés ki Borkonk szigetére, egy szalonzenekarral, és ez a szalonzenekar aztán kimentem Borkonk szigetére. Így kerültem ki. A közönség az nem fog neked minden nap elmenni, érted, valamelyik sportcsarnokba vagy vidék. Érted, most minden évben elmegyünk egy turnére, és akkor minden évben eljátszok ugyanazt a 8 nótát, vagy 15-öt ugyanabban a sportcsarnokban, mert most már sportcsarnokok vannak, régen még színházak, meg kultúrházak voltak. Ha mondom, akkor előbb-utóbb aztán egyszer csak nem lesz közönséged, és népszavion meg nem fogsz tudni csinálni, hogyha az egész ország mindig lát. Mondom, népszavion csak úgy lehet csinálni, hogyha egy 10 éves kihagyás után. Nem érti. Vagy legalábbis nem akarja megérteni. Jó, hát mondjuk én sajnálom szegény, mert ő tényleg neki ez volt a mindene, és ez volt az élete. És hát mondjuk neki azóta sem, és addig sem nagyon tudott ebből kilávolni. Én voltam az egész bandában a világmárító. Tehát, hogyha valami balhé volt, tettek egy megjegyzés rám, az összes négy röhögött, kibékültek, és ott maradtam a slamasztikában, de én meg nem törődtem vele. Tehát végeredményben megoldottak a problémák. Úgyhogy mai napig vállalom azt, hogyha most is, pedig már hány éve istenkém, hát azért 73-ban mentünk szét, azóta azt hiszem 7 előadást csináltunk összesen. Ha valami dili van, akkor még mit tudom, összetalálkozok, vagy valami, azért nyert köszönülés az még mindig esik rajta. Tehát őszintén szóval ez is olyan dolog, hogy csináljátok, fiúk, addig is együtt vagyunk. Azt, hogy a nevemet ismerti, ez nem a lényeges, de ezt tette a zenekar, tehát a zenekar egyötöde vagyok. Tehát ezt az öt embert, ezt tette ismerti ez az Illés zenekarnak, ez a kezdés és ez a közös pályafutás. Tehát ezeket végig fog hordozni, ameddig vagyunk. Tehát ezt nem lehet kikapcsolni egy lámpát, hogy na öreg, akkor most kikap. Ők mindjárt megtalálták egyénileg is a helyüket ebben a világban, én viszont nem azt mondom, hogy négy külük nem találom meg, én is megtaláltam, csak még mindig úgy hiányzik, hogy velük volt a legjobb eddig. Tehát ezt úgy kell inkább mondjam, hogy velük találtam meg azt a legjobb hangot zeneileg, emberileg, amit az ember megszokott, és nehéz ebből apropó lejjebb váltani. Vagy pulja az ember magát, és mit tudom, évette egyszer-kétszer, vagy háromszor lemegy a Lajoson, hogy főhívom telefonon, mi van öreg? Jó vagyok, mikor jöttek?